Szervusztok, kedves hallgatók! Magyar Dáviddal, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral az önkényes mérvadó egyúttal annak a dioráma állításnak a második napja, amelyben itt a stúdióban a hallgatónk által megfigyelt lombkorona sétány makettet kiegészítettük zöldekkel, hogyha a YouTube-on nézitek képpel az adást, akkor ezt akár szemügyre is vehetitek. Helyben hagyta a Párizsi Fellebbviteli Bíróság szerdán a Nicolas Sarkozy ellen korrupció miatt hozott ítéletet. A volt francia elnök elvesztette a fellebbezést az ellene hozott 2021-es ítélettel szemben. A korábbi államfőt első fokon 3 év börtönre ítélték, melyből 2 év szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztették. A fellebbezés után született döntés értelmében a politikusnak 1 évre sem kell börtönbe vonulnia, elektronikus nyomkövető viselésére kötelezi az ítélet. Ügyvédje az ítélet kihirdetése után leszögezte, hogy Nicolas Sarkozy ártatlan, a döntés igazságtalan, és a francia semmitőszékhez fordul jogorvoslatért. Az ügyészség szerint a volt elnök egy Sarkozy elleni másik ügy információiért cserébe ügyvédjével együtt meg akarta vesztegetni a semmitőszék egyik bíróját még 2014-ben. Miután 2012-ben elbukta az újraválasztási kampányát, Sarkozy ellen nyomozás indult, mert felmerült, hogy a 2007-es elnökválasztási kampányához titokban Muammar el-Kaddafi volt libiai vezető rezsimétől is támogatásokat kapott. A BBC szerint a hatóságok emiatt 2013 és 14 között lehallgatták Sarkozy és ügyvédje Thierry Herzog telefonbeszélgetéseit. A francia Berlusconi és annak az ügyei, ő is abba a sorba illeszkedik, amely a trollpolitika, a jobboldali trollpolitika, tulajdonképpen a jobboldali politika önmagából való kifordításának a kísérletét képezi. Valami olyasmi, ami a Boris Johnson volt az Egyesült Királyságban, ami Donald Trump volt az Egyesült Államokban, valami olyasmi, ami Orbán Viktor Magyarországon, Berlusconi Olaszországban, Putyin Oroszországban. Nyilván amilyen az ország, olyan a Donald Trumpja. Tehát nem ugyanaz a Donald Trump tartozik minden országhoz, de minden ország kitermelte, minden ország jobb oldala kitermelte azt a kísérletet, amelynek a keretében a jobb oldal az... Hát, hogy úgy mondjam, a polgárháborúban, meg a kultúrharcban fejezi ki önmagát, és nem elsősorban a tradícióhoz, hanem elsősorban a reakcióhoz rendeli a saját identitását. De ki kitermeli némelyik ország az elszámoltatást is, amit nyilván az, aki elszenvedi, vagy akinek a bíróság elé kell állni, az politikai meghurcolást és koncepciós pereket gyanít vagy ordít, de hát nyilvánvalónak gondolom, hogy a Donald Trumpnak a kampányfinanszírozási ügyeibe egész nyugodtan bele lehet menni, tehát miért ne lenne ügy abból, hogy az ügyvédjén keresztül megveszteget egy pornószínésznőt, hogy ne beszéljen róla. Ugye Berlusconinak is volt bírósági ügye, a Sarkozy meg tud számlálni szerintem, vagy 6-ot, és most éppen csak egynek állunk. Legalább 6-ot. Számos ügyről beszélünk, amiben most az ítélet született, és ez most már jogerős 3 éves börtönbüntetés, amiből 2-t elengedtek neki, vagy hát felfüggesztettek neki, és egyet pedig le kell töltenie, de azt is az otthonában egy jeladóval, tehát tulajdonképpen egy jeladót raknak 1 évre a bokájára, és akkor ez a nagy büntetés. Bizonyos értelemben az elit azért mégsem gyártja le azokat a precedenseket, hogy itt azért súlyos következménye van a korrupciónak, mert az visszaüthet az elitnek az akármikori jövőbeli bármelyik figurájára, vagy bármelyik korrupt politikusára. Itt Sarkozy megbízta az ügyvédjét, hogy az vesztegessen meg egy bírát, aki információkkal rendelkezik az elnök egykori büntető ügyéről, és ennek fejében felkínált, ezeknek az információknak a fejében egy kényelmes állást a Côte d'Azur-ön. És amit végül nem is. És a bíró belement. Kicsergett is. Igen. Előadta azokat az információkat, amikre Sarkozy vevő volt, majd a Sarkozy, hát ugyan miért tartotta volna be a szavát, Sarkozy ezek után nem szerezte meg neki az állást, na de hát ez annyira jellemzően pszichopátiás. Igen, nem, de feltételezem, hogy abban, hogy ezzel az ügyel megbukott, szerepe volt annak, vagy szóval, hogy szerintem kulcsmomentum lehetett, hogy nem
szerezte meg ezt a kordazűri állást, és lehet, hogy ez a bíró utána egy kicsit felcsűrte magát, uh-huh. és tulajdonképpen ez vezetett Sárközi bukásához, vagy hogy ehhez az ügyhöz. Tehát tulajdonképpen a bírónak semmi baj nem lett volna, ha megkapja az állást, akkor lehet, hogy ez az ügy nem indul el. Az milyen, hogy itt az ügyvéd azt mondja, hogy ugye Sárközi ártatlan, és a semmitő székhez fordulnak, ami kúria a legfelsőbb bíróság akárminek ugye a megfelelője, miközben az ügy maga az, hogy a semmitő szék egyik bíráját megvesztegették. Tehát, hogy legalább ebben az esetben ez a fenyegetőzés, vagy ez a nyilatkozat így az ítélethirdetés után 9 perccel valamennyire kellemetlen. Hát más nem mondhat. Na más ügyben, amelyben már 2021-ben bűnösnek mondták ki, és egy év börtönre ítélték, csak ez még egy első fok, és ezután még fellebbezett az ügyvédje. Ez illegális kampányfinanszírozás miatt indult, ugyanis a 2012-es újraválasztási kampányában, hiszen 2007 és 2012 között volt a francia köztársaság elnöke Nicolas Sarkozy. A törvényes keretnek közel a kétszeresét költötte, és ezt a PR cégének a hamis számláival fedezte. Egy harmadik ügyben 500 ezer eurós átutalást kapott 2020 elején egy orosz biztosítócsoporttól egy tanácsadói szerződés keretében. Na most képzeljük el, hogy milyen segítséget tud nyújtani egy egykori francia köztársasági elnök egy orosz biztosítócsoportnak. Hát szeretnék milyen az tanácsadást megerősíteni a köztársaság intézményét a saját országukban, és ehhez kérnek segítséget. Hát, vagy inkább destabilizálni akarnák Franciaországot? Kísértetiesen emlékeztet ez a szerződés Gerhard Schröder Gazprom szerződéséhez. Ja, az EFE, minthogyha nem is kifejezetten az orosz biztosítócsoporttal, hanem az FSB-vel kötötte volna ezt a szerződést, mintha az FSB-től járt volna ez az 500 ezer eurós átutalás, és ennek fejében alig ha biztosítási szaktanácsokkal kellett szolgálni a Nicolas Sarkozynek, sokkal inkább Franciaország államtitkaival. Igen, demokráciai importot kellett elvégezni. Amúgy ennek ellenére, hogy ilyen... Nem autokrácia importot? Igen. Meglehetősen sokba kerülhet amúgy az orosz államnak az, hogy ugye ilyen magas szinteken is pénzel politikusokat, meg az összes mezitlábas neonáci, meg szélső jobbos, meg radikális mozgalmat is pénzelik. Tehát minden, ami az EU-nak árt, azt az FSB pénzeli, és azért gondolj bele, hogy 27 ország a legmagasabb szinttől a kis 5%-os pártig egyetlen mennyiségű pénz áramlik ki. De sehol nem olyan hatékonyan, ahogy Magyarországon, ahol a Gyurcsány kormány idején a Gyurcsány volt az FSB zsebében, a Orbán kormány idején az Orbán van az FSB zsebében, de közben az egész magyarországi nemzeti radikalizmus orosz pártiságra lett átszocializálva. Nem pusztán a Jobbik és a Mi Hazánk is az FSB zsebében. Hát Magyarországon el lehet mondani, hogy ennyire olcsón, ennyire könnyen ekkora szeletét a politikai osztálynak sehol nem tudta felvásárolni az FSB. És ráadásul ennyire hatékonyan nem is intézik az ügyeiket. Tehát ha megnézem, hogy hány dolgot vétózott meg a magyar kormány az elmúlt 10 évben, ami az EU-nak lett volna érdeke, és ő pedig keresztbe tett, ez valami egészen elképesztően hatékonyan szolgáljuk az orosz érdekeket. De én most visszatérnék oda, hogy mennyire nem norma, ami a tegnapi adásban volt, amiről beszéltünk, hogy mennyire nem norma, hogy a politikusokat elszámoltatni. Tehát máshol sem. Tehát nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen nagy halat fogjanak. Kisebb halakat szoktak, de hogy valaki, hogy miniszterelnök vagy köztársasági elnök akadjon fent. Mondjuk itt van Sárközi, a közelmúltból vagy az elmúlt pár évből meg tudom még említeni Európában, ugye nálunk is nagy port kavart a Gruevski, Észak-Macedón, akkor most brazil elnök Lula da Silva, aki ült Böriben, ő például balos, mert egyébként jellemzően érdekes mondani, jobbosokat szoktak lecsukni. Vagy van még Fujimori, aki meg régebbi ügy Peruból,
Hát franc, a Jacques Chirac nem ült, de őt is elítélték 2011-ben. Tehát, hogy a köztársasági elnök műfajban ez egy évtized kihagyással a második. Igen, de hogy azért nem gyakran, és nem akárhogy is elképzelhetetlen. Na igen, de én azt hiszem, hogy ezek az ítéletek inkább reprezentálnak egy demokráciát, vagy egy jogállamot, mint ezeknek az ítéleteknek az elmaradása. Hát akárhogy is, a francia társadalom az a világ első polgári társadalma, a polgári társadalom születésének a földje. Ők találták föl, ők exportálták Európába és a nagyvilágba a polgári társadalmat, mint modellt. Ennek megfelelően ebben az országban a leginkább elvárható. És ugye ez a polgári társadalomnak kvázi a mintaállama, meg kvázi a mintaadóállama. Ha valami Franciaországban sem működik, akkor lehet, hogy a válság az strukturális, akkor lehet, hogy tényleg kiszolgált ez a rendszer. És hát a helyzet az, hogy ezeket a pereket a francia igazságszolgáltatás legalábbis megrendezi. Gerhard Schrödernek nem volt ilyen jellegű ügye. Tehát ott ebből nem lett büntető per. Ítéletek születnek. Nicolas Sarközit elítélik, tehát nem áll a törvények felett, de odáig nem jut el a polgári társadalom számonkérésének az érvénye, hogy le is csukják, hanem hát akkor kap a bokájára egy évre egy jeladót, és akkor ennyi gesztust tettünk a jogállamiságnak. És megjegyzem, hogyha vesz a kód az űrön egy tengerparti villát, akkor gyakorlatilag még ott meg is tölt, az egy évben meg is van. Itt azért a mondjuk az 500 000 eurós bevételek esetében lehetne némi vagyonelkobzás, mert van olyan elítéltje ennek az ügynek, ilyen tudod, másod-harmad negyedrendű vádlott, akitől 100 000 eurós bírságot vagy vagyonelkobzást szednek be. Na most az és az egy millió, az egy ő is egy milliómos, ha kaptál 500 000 eurót orosz kommunikációs célokra, akkor az a minimum, hogy valamennyire rátehetik a jólétedre is a kezüket, mert az, hogy tulajdonképpen itt a retorzió az, hogy szabadságvesztés, de tulajdonképpen ez az otthonodat jelenti, plusz 3 évig ugye nem vehetsz részt a közügyekben, tehát nem indulhatsz, nem választhatsz, minden igaz. Ami nem sok. Azon kívül az életszínvonalad az tulajdonképpen azért nem rogy meg, csak mondjuk a tárgyalási folyamattól. Egyébként az 500 000 euró az 150 millió forint mondjuk akkori árfolyamon, vagy kb., ami azért nem egy olyan irgalmatlan nagy összeg ahhoz képest, hogy valószínűleg kapsz belőle mekkora... egy panellakást a kód közülre. Hát most kb. Semmit. De hogy mekkora befolyással lehetett Sarközinek, és milyen titkokat és milyen információkat tudhatott. Tehát azért... tulajdonképpen jó pénz, nem azt mondom, de hogy azért most ezen a szinten azt gondoltam, többről van szó. Ezekből az ügyekből egy valami azért elég világosan kiderül. Ezekből a vádakból, meg az azokhoz tartozó ítéletekből, ugye itt van jogerős ítélet is, van elsőfokú ítélet is. Hát szó sincs arról, hogy itt pusztán a vádak alapján jelentjük ki azt, hogy ez a Nicolas Sarközi, ez egy hétpróbás gazember. És az most már csak az a fő kérdés, hogy a Sarközinek a működése az rendszerhiba, vagy a rendszer további működésének a példázata. Tehát, hogy ez a rendszer működésének mostantól kezdve a normája, vagy hogy ez egy rendszerhiba, amit most az igazságszolgáltatás intézményei meg a francia nyilvánosság majd kigyomlál. Hát most mondtad, hogy Franciaország európai demokrácia mintaállama, és milyen érdekes, hogy előbb sikerül eltanulnunk annak a korrupt mi voltát, mint az elszámoló mi voltát. Én nem kívánom, hogy börtönben rohadjon a Mészáros Lőrinc? Senki, de hogy a visszavezetve 90-ig, de lehetőleg még régebbre a Magda Marinkot ki akarod engedni a börtönből? A sora, politikusokról elit. Beszélek, nem. Az elmúlt 30 év teljes politikai garnitúrája, maradjunk ennyibe. De nem kívánom azt az élményt, hogy tudod, olyan szintű elszámolás legyen, hogy utána valaki itt 30 évig ül majd börtönben, és a... Nem lenne az olyan. De azért annak örülnék, ha ez egy tárgyalás végén derülne ki, hogy nem kell börtönbe vonulnia. Tehát ha meg lenne, és nem csak megrendezve, hanem végig lenne vive a nyomozás, a bizonyítékok nyilvánosságra hozása, és az illető megkapná a megfelelő, hogy mondjam, új társadalmi megítélést, ami reálisan ahhoz képest
lista. Nálam azért van egy 30 névből álló lista, akiket azért, hát ez a, nem hangzott ez olyan rosszul. 30 név, 30 év. Fejenként egy év, vagy fejenként 30. 900. Erre lehetne politikai kampányt építeni, nem? Na most Magyarországon az elszámoltatásról ugye időnként volt szó, például Gyurcsánnyal kapcsolatban is a Fidesz ezzel kampányolt, hogy na majd azoknak a szemkilövetéseknek meg lesz az eredménye, itt most elszámoltatást. Ez csak az az érdekes, hogy én látom, hogy ez nyilván nem olyan prioritás, tehát hogy vannak fontosabb dolgok, mondjuk szétverni a Tudományos Akadémiát, vagy a Filmművészeti Egyetemet, értem, szín is, de hogy hát majd jön, persze, majd idővel sort kerítünk Gyurcsány elszámoltatására is, azelőtt még csinálunk egy ilyen reformot, meg egy olyat, meg egy amolyat, de valahogy, mintha nem akarózna, mintha arról lenne szó, hogy mégiscsak az elit része, és az elit még akkor is, hogyha gyűlölik egymást, hogyha másik oldalon vannak, hogyha egymás áldáz ellenségei, akkor se fognak egymásba berúgni. Nem, itt a helyzet rosszabb. A Sárközit azt azért nem ítélik el, mert nagyon rossz üzenet az elittől az elitnek, a Sárközinek a börtönbe csukása. A Gyurcsányt nem ezért. A Gyurcsányt azért, mert sokkal hasznosabb a rendszernek, a rendszer pillérét, a rendszer tőkesúlyát, a rendszer stabilitását képezi, és igenis a parlamentben, és igenis a legnagyobb ellenzéki frakció élén kell, hogy álljon folyamatosan a kapuk előtt, a kapukat döngetve, hogy az Orbán Viktorral szembeni alternatívát mindig ő képezze, és nagyon rövid logikai levezetés alapján mindig Orbán Viktorhoz jussunk világos, vissza. Akkor Gyurcsány ezért nem, mert ő nagyobb hasznot hoz Rácson kívül, sőt valószínűleg kárt okozna a Fidesznek Rácson belül. Így van. De mást sem. Tehát igazából így Magyarországon politikus az most, akit így fel tudok idézni, az Cuslág, meg a igen, de tudod, akárhogy is. 2010-ben Orbán Viktor egyetlen ígéretet tett, azt, hogy a Gyurcsányt elszámoltatja, és erre kapott kétharmadot. Nem a Moszkvával kötött szövetségre, meg nem Magyarország visszafeudalizálására, hanem erre. Erre az egy ígéretre, hogy Gyurcsány Ferencet elszámoltatja, Gyurcsány Ferencet számon kéri, Gyurcsány Ferencet bíróság elé állítja, és pont ez az egy nem történt meg. Helyette minden más megtörtént. Meg Gergényét, akivel aztán meg Pintérnek lett valami közös biznisze, nem? Tehát még csak nem is az történt, hogy akkor ezeket az embereket kirekesztik ebből az elitből, hanem pontosan ugyanúgy. Munkát kapott. Igen. Hát ez a, de nem erre kapott felhatalmazást, amit most csinál, de tulajdonképpen az emberek meg visszaigazolták, hogy jó ez így, szeretjük ezt a refeudalizációt, nekünk ez jó. És akkor meg miért ne csinálja? Amikor azt mondod, hogy államtitkokért kapott 500 000 eurót Nicolas Sarkozy az orosz biztosító cégtől, azért ez nem biztos, hogy tudod, nem biztos, hogy információt adott, lehet, hogy vett. Értem ez alatt, hogy akkor tolja az orosz propagandát, de az is lehet, hogy az orosz érdekek szerint segítkezik törvények keresztül vitelében, tehát nem feltétlen titkok kifecsegése, de mindenképpen a francia állam érdekeinek sérelme, és az orosz állam érdekeinek előtérbe jutása az, ami egyáltalán pénzt ér. Nem hiszem, hogy egyszeri összegről van szó, hanem akkor ez valami időszakonként innen-onnan érkező utalás lehetett. És ugyanez vonatkozik valószínűleg arra is, amikor Kadhafi pénzeli, nem tudom milyen líbiai érdekek érvényesülnek éppen Franciaországban, de lehet, hogy inkább a francia érdekek Líbiában történő módosulásában reménykedik, vagy nem tudom, újra hatalomra jutásban fogalmam sincs, de ha mondjuk egyébként egyeznek az érdekeitek, tehát ha te külföldről kapsz pénzt, de most nem tudom, mondjuk Franciaországban egy skót cégtől kapnál pénzt, vagy Nagy-Britanniától kapnál pénzt, akkor nem gyanakodnánk arra, hogy az igazán korrumpálja azt az irányt, amelybe Franciaország megy. Tehát tulajdonképpen nem az a probléma, hogy külföldi pénz érkezik, mert ugye nemzeteken átívelő pártszövetségek és oldalak vannak, ezek támogathatják egymást. A gond az, hogyha a másik nemzet érdekei érvényesülnek a saját nemzeted érdekei
érdekein felül. És ez nem egyértelmű, amikor külföldről pénz érkezik, hát, hogy ez történik, én mert azért egy nemzeten belül is sokféle érdek ja, van. Világos, de azért akkor is gyanús, amikor egy politikus 500 ezer eurós átutalást kap akárhonnan. Lehet, hát és ilyen exotikus helyekről. Hát nagyon, nagyon messziről. És különös, hogy ilyenkor diktatúrák finanszíroznak, vagy hát legalábbis autokráciák finanszíroznak demokráciákat. Vagyis hát nem demokráciákat, hát éppen hogy nem a demokráciát, hanem a demokratikusan megválasztott politikusokat titkos számlákon keresztül finanszíroznak olajpénzekkel, mert hát ugye Líbiát is, meg Oroszországot is az olaj hajtja meg. Ennek megfelelően ezek mellé, a pénzek mellé, hát bizony valamiféle ideológia is járul. Meg valamiféle titkos kapcsolódás egy olyan rendszerhez, amely rendszerrel elméletileg a első világ, elméletileg a francia köztársaság, elméletileg az Európai Unió, hát hogy mondjam, úgymond szemben áll. Nem? Ezek nem kifejezetten polgári társadalmak, nem kifejezetten jogállamok, nem kifejezetten demokráciák, és minthogyha a francia forradalmat követő civil mozgalom, meg civil jog kirajzása. Ugye a napóleoni háború képében a polgári társadalom szétszórta a spóráit Európában, és egyre másra, egymás után a 19. században forradalmi hullámok sorozatán keresztül, itt Magyarországon 1848-ban a francia Code Civil, a francia polgári törvénykönyv került érvényre. Mint hogyha ennek az ellenművelete, az ellenfolyamata zajlana. Mint hogyha azok az államok, ahova nem jutott el a napóleoni háborúk keretében, nem jutott el a 19. század forradalmi hullámainak a keretében a polgári társadalom, most visszavágna a Szent Szövetség. Mint hogyha visszavágnának ezek az autokráciák, és mint hogyha most ők szórnák a spóráit a demokratikus, meg jogállami közegben. Köszönöm, ez egy inga, ami kireng jobbra-balra. Elég sok zsetonnal van Sárközi az asztalon, ahhoz, hogy valamelyik perből azért összejöjjön neki a letöltendő is, és nagyon hasonlítanak itt ebben az egy év, de felfüggesztve, három év, de abból egy évre töltendő, de házi őrizet, tehát a számok azok szinkronban vannak. Mindenkit megnyugtatok, hogy a demokrácia javulása felé haladunk, ugyanis a szankciók működnek. Oroszországnak kevesebb pénze van, ezért kevesebb jön majd az orosz biztosítótól a francia köztársasági elnököknek is. Én amúgy azt nem értem, hogy már itthon is meg tudja csinálni azt egy középszintű oligarha, hogy létrehoz maga körül egy olyan céghálót, hogy teljesen lenyomozhatatlan legyen, hogy kinek a pénze, honnan jött és hová ment, és hogy ez hogy Sárközinek direktben egy orosz biztosítótársaság utal. Szóval, hogy ez nem tudott volna venni egy skót bankot. Lehet, hogy a Kadafi küldte akkor azt a pénzt, nem is az oroszok. Tehát az, hogy Oroszországból jött, jelöli a legjobban, hogy nem tőlük. Meg hát az a kőkemény, hogy Sárközi egy titkos vonalon intézte a bíró megvesztegetésével kapcsolatos kommunikációját az ügyvédjével, és még álneve is volt Paul Bismuth néven, és ez egy ideig titkos is volt, csak aztán ezt a titkos telefonvonalat elkezdte lehallgatni a francia titkos szolgálat. Egy más ügyben. A francia titkos szolgálat lehallgatja a francia köztársaság elnökét, és így a francia titkos szolgálat, mint kvázi egy önálló hatalmi ág, a másik hatalmi ágnak, az Elizé palotának a torkára lép. Na most ez Magyarországon megint elképzelhető. Na igen, tehát ez a polgári társadalom, és erre találtuk ki. Erre való a különböző hatalmi fékek és ellenségek. Igen, hatalmi intézményeknek a megosztása, a különböző erős hatalmi ágaknak az egymás fölötti ellenőrzése az, ami elkerülhetővé teszi azt, hogy a valamelyik hatalmi ág a többit leuralja, vagy olyan korrupcióza folyjon, ami túl magasan van ahhoz, hogy az összes többi hatalmi intézmény annak a neszét vegye, vagy hogy azzal kapcsolatban bármilyen információt szerezzen. Ilyen módon kikényszerítse a társadalmi ellenőrzésnek a funkcióját akármelyik állami intézmény fölött.
Infúzióra kötve táncolt és ugrált a szülés előtt Kulcsár Edina. Derült ki abból a videóból, amit az influencer és férje GVM nemrég töltöttek fel közösségi oldalukra. A felvételen ketten láthatóak, amint táncolva, énekelve bohóckodnak a kamera előtt, a poszt leírásában az áll, így mentünk szülni. A videó nem aratott osztatlan sikert, sokan elítélik Kulcsár viselkedését, szerintük ugyanis nem helyén való szülés előtt így megnyilvánulni. Volt, aki ízléstelennek találta, más szerint ezzel a tánccal a szülés intimitását vette el a pár. A szülőszobai vagy szülés előtt álló nők tánca egyébként elég nagyot futott az amerikai közösségi médiában 4-5 éve. Az egész tárk is a Baby Mama című dalával kezdődött, amely táncra buzdította a várandós kismamákat. Ezután elindult a Baby Mama Dance Challenge, amire szép számmal születtek videók. A Telex cikkében megjegyzi, hogy a vajúdás alatti tánc egyébként egy külön műfaj, ami egészen a törzsi rituálékig vezethető vissza. Köpedelem, hogy még a szülését sem bírja zendülés, pojácáskodás, észjátszás nélkül lerendezni, mert ő amikor szül, akkor is egy szégyentelen celeb. És amikor ő szül, akkor is azt kell demonstrálnia folyamatosan, hogy az ő élete az egy végtelen mámor, egy véget nem érő élmény parádé. Minden percben táncolunk, és énekelünk, és egymás különböző szerveiről fagylaltot eszünk, és kacagunk. Micsoda élet! De csak amíg forog, tudod, amíg fölveszünk, és aztán kikapcsoljuk, és elkezdünk normálisan viselkedni, hiszen mi is emberek vagyunk. Nem észjátszás zajlik akkor, amikor éppen nem forog, de amikor forog, tudod, el kell játszani az álom életet, tudod, és mi ilyenkor, tudod, ilyenkor az eszünket játsszuk a kamerának, az eszünket játsszuk a közönségünknek, de tét nélkül, közlés nélkül, és jellemző, hogy ezt sem tudják a maguk jogán csinálni, míg az ehhez tartozó bevállalás sincs meg, hanem az egész egy kihívás, tudod, egy challenge. Ez jelenti ma a challenge. Kihívlak téged, hogy csinálj magadból te is hülyét, mielőtt szülsz. Igen, a saját gyereked, a saját gyereked születését mocskold össze egy Insta tánccal. Az a helyzet, hogy semmi nincs, ami szent legyen. Életemben először szimpatikusak voltak egy percre, szerintem helyesek és derűsek ezen, és én egyáltalán nem botránkoztam meg, plusz eleve ízléstelenek, én azért ugye bele-bele futsz az ő életükbe, amikor nyaraltak, és ott a medencéből óbégattak egymásnak, az például nem volt szimpatikus, de mivel ők általában ízléstelenek, ez az én véleményem persze, ne bukjanak már meg azzal, hogy most is azok. Tehát, hogy és tegyük a kontrasztba a Berki Krisztián és a Mazsi féle szülés közvetítéssel ezt, hogy... A Mazsihoz meg a Berkihez kell őket hasonlítani, hogy átmenjenek a vizsgán. Hiszen még náluk is van egy szégyentelenebb, amelyik a szülő szobába is bevitte a kamerát, és azt is fölvette, ahogy szülnek. És akkor ehhez képest a táncikálás a szülőszobában, miért nem lehet legalább annak a nyomorult gyereknek a születését némi méltósággal végrehajtani? Miért nem lehet annak a gyereknek a méltóságát, mert a gyerekhez, igen, meg a születéséhez méltóság tartozik, tiszteletben tartani? Miért kell abból is egy, tudod, egy ilyen érvénytelen revűt rendezni? Nekem az a problémám, hogy az emberek előveszik a telefont olyankor, amikor nem kéne, amikor szent pillanataik vannak, de már nem érzik. Tehát ők már nem tudják, hogy ez az kéne, hogy legyen, mert nem az. De most várakoznak arra, hogy a programozott császár műtét megtörténjen majd 2 óra múlva, és abban a pihenő szobában, kórteremben táncolnak és forgattak. Ez tényleg nem olyan rettenet, és a szülés intimitásáról... Kis hányást visszanyeltem, oké. Egy 16 órás fajudáson még az is belefér, hogy azt mondom, hogy na, akkor most húzkodjunk. Revű. De miből állna abból tartalmat gyártani, hogy ez a helyzet most egy, tudod, egy kicsit félelmetes, kicsit szorongató, kicsit felemelő, intim helyzet, és ennek az intimitása az, mert hogy ez a helyzet azért erről szól. Miért kell a
ének az esőben jelenetét leforgatni akkor, amikor vajúc és szülőszobán vagy, és tudod, csöpög beléd az infúzió. Miért kell úgy csinálni, minthogyha az életed mámorát élnéd, amihez most itt egy revűt legyártasz? Miért kell? Ki várja ezt el? Maga ez a tánc, ez egyébként okés, mert azoknak az alhasi meg medence tájéki rettenetes fájásoknak az enyhítésére szolgálnak amúgy ezek de a táncok. Az, hogy bekapcsolod a kamerát, az már nem. Tehát az már lájkvadászat, és azzal nem tudok egyet érteni. Én amúgy megmondom őszintén ezzel a hírrel kapcsolatban töredelmesen egyúttal büszkén vallom be, hogy én nekem fingom nem volt róla, hogy ki az a Kulcs Eredina. Egyébként ne haragudjatok. Tehát én egy vadember vagyok. De ezt mindenkivel kapcsolatban el lehet mondani, persze, mert te is ezt kapod, hogy ki de az pontosan tudod, hogy de azt viszont pontosan tudod, hogy kicsoda nem Kulcs Eredina. Azzal a hiány jelenléttel. Azzal a, tudod, azzal, aki nem jött el, tudod, Kulcs Eredina helyett, azzal viszont tisztában vagy. Hát pontosan tudod, mit jelent semmire kellő celebnek lenni. Na, akkor, hát de is pontosan aztán... tudod azt is, de nem, hát ilyet azért eleget látsz a nyilvánosságban, tehát akkor azt is nézem, pontosan tudod, hogy ez a Kulcs Eredina, ez igen, egy pont ilyen érvénytelen, teljesítménytelen, semmire kellő celeb, aki a semmire, vagyis hát a, nem tudom én, a szépségére, tehát egy szépségkirálynő, tudod, arra, hogy visszaveri a fényt, arra hivatkozva vette föl ezeket a kulturális krediteket. Már mindent tudsz a Kulcs Eredináról, tehát nem ér ez a hivatkozás, Dávid, hogy én nem tudom, ki ez a Kulcs Eredina. Mindent tudsz a Kulcs Eredináról, ami a Kulcs Eredináról tudni érdemes, hiszen nem tudsz róla semmit. Igen, és ez a semmi az, ami a Kulcs Eredinát igazán jellemzi. Magyar Dávid, Kulcs Eredina szakértő a vendégünk a mai Önkényes Mérvadóban. A lényeg, tessék, hogy itt ezzel ebben a bejátszóban, illetve a hírrel kapcsolatban még ugye megemlítésre került, hogy szerencsétlenek mivel szembesültek a komment falon, mikor ezt közölték, ezt a videót, és hogy itt ez meg egy nagyon érdekes jelenség amúgy, hogy a kommentek között ott van minden, és ez bárhol, bármilyen tartalomnál megfigyelhető. Néha elkövetem azt a hibát, hogy én is megnézem mondjuk az Önkényes Mérvadó alatti kommenteket, és azt látom, hogy azt írják, hogy én vagyok a legszarabb, ezt a szart ne is hívjátok be többet, mert ez annyira egy ostoba szar. A következő komment meg arról mi szól, ezeket öregem, nem, Robi, öregem, mennyire jó ez a srác, hívjátok többet, mert nagyon jókat mond, és ezeket az mindig... utóbbiakat azért írjuk egyébként, hogy egy kicsit jobban tarts magad. Tulajdonképpen azokat én írom magamról, de ez most mindegy. A lényeg, hogy ők is ugyanezt látták, hogy fúj, mit műveltek meg, jaj, de jó, végre egy kis izé, egy kis móka, egy kis emberség, és akkor ezekből semmit se lehet leszűrni. Ezek a kommentek azok, amiket nem érdemes megnyitni, nem érdemes ez olvasni. Nem, ezeket megírni nem érdemes, olvasni. Hogy kijöjjön belőled, kiventilált, nem biztos, hogy olvasásra, lehet, hogy írásra van ez értelmezve. Azt hiányolják, vagy azt nehezményezik sokan, hogy a szülés intimitását teszik tönkre azzal, hogy posztolják, de hogy milyen intimitásukat nem tették eddig tönkre, meg milyen van nekik. Nincs olyanjuk. Az volt a mondás, hogy szívjam be a jó szádat, babám, ami amúgy egyébként egy hagyományos tibeti mondás, amelyben mindenét felajánlja az egyik fél, akkor is, ha már ezt csak a jó a szája maradt, szóval ezért sem ítélem el őket így, ahogy van. A dalai láma sem tett másként. A másik ok, amiért az emberek kiborulnak, az, hogy ez egy ilyen fekatáncod és egy szexet imitál, és próbálják a szülést elidegeníteni a szextől, miközben erre szűzmárján kívül senki nem jogosult nagyjából. Nem, mert azért nem a szülést lehet. Szabadjon elidegeníteni a szextől. Értem, hogy a természetesen hogy mondjam, az egyik térben elkülönül, a másikban viszont annak a következménye. Na, értjük, hogy a következménye, értem, de miért kell szexi módon szülni? A szexet igenis lehessen már elidegeníteni a szüléstől. Értem, hogy kell a szex a szüléshez, de nehogy már... De nem idegen. De miért szexi? De igen, de miért szexi? Legfeljebb a torrentének szexi. Hiszen nyilván reszeltek rajta, aztán behagyták a sportot. Egyáltalán nem szexi. De ezt mondom, de következménye. De miért a szexnek? Értjük, mindannyian értjük, az oviból kijövet megtudtuk, hogy következménye a szexnek a terhesség, aztán meg a szülés. De miért kell szexiskedni a szülőszobán? Nem. Ezt mondom, hogy az a tánc, az nem arra való, az nem egy szexi tánc volt. Ő ott nem üzekedésre hívta fel a hím társait, hanem az medence tájéki
rettenetes fájdalmat enyhíti azzal. Ez most áltudományos, most nem tudom, hogy van-e egy ilyen tudományos van. Egyrészt, másrészt meg mondom, programozott császár, tehát nem biztos, hogy az ő fájásai azok összehasonlíthatók. Igen, tehát amikor császárra mész, tudom, amikor császárra mész, akkor ezt az egészet felejtsd el, hogy szülési fájdalmak meg ilyenek. Hát akkor meg egyszerűen. Miért nincs, igen, és miért nincs temetési tánci? Igen, de ott miért tartják magukat? Vagy ott is ez megy, hogy revűt rendeznek, nem, hiszen éppen valakit temetünk? Bizonyos kultúrákban van. Ott de a koporsóval táncoló csávok. De ne használjuk már a kultúra kifejezést a GVM-mel, meg a Kulcsár Edinával kapcsolatban, de. Ha szabad, mert ez, amit ők előadnak a szülőszobán, ez a zendülés, ez bármilyen értelemben összefüggésbe hozható a kultúrával. De hogyha nem hozható össze a kultúrával, akkor a temetési táncinál, vagy annak a kapcsán ezek, miért? Ezek népszokások, Robi, a mit tudom én, New Orleans sincs másképp. Amit a GVM meg a Kulcsár Edina csinál, ezek népszokások. Népszokás mimelése, kulturális kisajátítások éppen, ha úgy tetszik, és de el akarod nem őket ítélni, de ez nem népszokás, ez ugyanaz a zendülés, amit minden napjukon csinálnak, csak legalább azon a napon, amikor műtétre tolják, be ne táncizzon, ha szabad kérnem. Én, ha engem műtétre tolnak, és kedvem támad táncolni, én annak örülök, ha olyan derűs leszek azon a napon, hogy egy táncolok. És erről szóljon, tudod, és erről szóljon a kultúra, és erről szóljon a nyilvánosság, és ezt másnak is látnia kell, és ez másra is tartozik, mert ez egy fontos, hogy te annyira pojáca vagy, te annyira szégyentelen vagy, hogy a műtétre tolnak be, akkor is zendülsz. Ugye, Robert, te ismered az internetet? Tudod, azon minden fönt van, de szó szerint minden, amit az emberiség valaha kifogott magából, az fönt van. Tehát az, hogy ő ott táncol, az ugyanúgy ennek a része. Ez a mi nagy kollektív hát kultúránk, nem tudok mást mondani. Ez ma a kultúra. De szabadjon nem vacsorázni az éjjeli edényből. Hát, és biztos, hogy ilyen is van. Lehet, az is az éjjeli edény is a része a világunknak, de szabadjon nem abból vacsorázni. De szabadjon is. A nőklapja kafén feltételezik, hogy Robi nem a te indulatoddal, hanem valami mással fűtötte fel magát a kommentelők azon része, aki nagyon elítélő, mégpedig azzal, hogy itt egy magánkórterme láthatunk, ahol tényleg megválaszthatod az orvosodat, és tényleg az is fog téged műteni, vagy vezetni a szülést, míg TB-re rengeteg dolgot nem választhatsz meg, és nem intézhetsz el. Sőt, talán ugye nemrég szűnt meg az, hogy hétvégén ugye is van nem szülés. Sürgősségi, hanem előre tervezett szülési lehetőség. De van, ahol semmilyen szülés és nincs. Ehhez való hozzáférhetetlenségnek az igazságtalanságát látja benne sok ember, amikor azt látod, hogy egy amerikai kórházis filmnek a díszletében vannak most, ők. Most, bocs, de ha meg már erről van szó, ha egy szociális igazságtalanságot látunk, akkor meg miért Kulcsár Edinán háborodnak fel, és miért nem Mészáros Lőrincen, aki ennek az egymilliószoros szorzójával csinálja ugyanezt, amikor kimennek Balira magángéppel bevásárolni, és látod, hogy jönnek haza a itt. Louis Vuittonos táskákkal. Érted, amit megvehetett volna az Andrássy úton is, de ő elutazott egy másik kontinensre érte a magángépével. Az miért nem zavarja az embereket? Tehát én nem értem. Most fölháborodunk ezen. Ki ez? Hát nem kell megnézni. Ott van az interneten, feltöltötte, és akkor mi van? Én biztos vagyok benne, hogy Jakartában van Louis Vuittonból, de hogy Balin nincsen, abban jó, majdnem biztos vagyok. Az úgy van, hogy ami a mi léptékünkben felháborító, azon fel tudunk háborodni. De ami három osztállyal fölöttünk felháborító, azt nem értjük, mert nem tudjuk a nullákat megszámolni. Nem átélhető a számunkra, mert nem vagyunk beavatva abba a relációba, nem vagyunk beavatva abba a sokba, és annak a hiánya képezte kevésbe, mert annak a hiánya képezte kevés, az alatti ligának, az alatti osztálynak sok, mi meg még az alatt vagyunk. Tehát egyszerűen az hozzáférhetetlen. A mészárosi gazdagság hozzáférhetetlen, érthetetlen, egy absztrakt térben zajlik, ennek megfelelően fölháborodni sem tud rajta a magyar ember úgy, mint GVM-en, meg Kulcsár Edinán, akiken azt látja, hogy ez az én számomra érthető rongyrázás, átélhető. Onnan, ahonnan én nézem, ez a rongyrázás visszatetsző, nem pedig egy elérhetetlenség. Valami, amin háborodjon föl egy nagyon gazdag ember a Mészáros Lőrincen. Ne én, ez ne az én dolgom legyen a kis emberi.
Én nem tudok arról leakadni, hogy nem GVM, hanem GWM vagy GVM, hogy a saját nevét nem tudja kimondani, ahogy nem GVC, hanem JVC, az a hifi márka. Egy másik kommentelő írja, csak hogy tudod, ne legyen már neki igaza, ha tavaly ki voltam ezen akadva, én maradnék ezen, hogy ki vagyok rajta akadva. Egy másik kommentelő írja, hogy a szülőszobának azt a meghitt, semmihez sem hasonlító hangulatát teljesen megalázta ezzel. Értelmes ember ilyen helyen nem viselkedik így, akármennyire is laza. Két kérdésem van. Tényleg meghitt? Hát igen, illetve a másik, hogy és nem értelmesek viselkedhetnek máshogy. Igen, de elnézést, uram, tetszett már szülni, tehát az, hogy meghitt. Uram! Kórház... Ne uram, az, most... uram. Az... Na jó, de hogy egy kórházi szobáról beszél, és azt mondja, hogy ez a meghitt hangulat, milyen meghitt hangulatról beszélsz, amikor a hasadra rakják belül, azt a szart, amit folyamatosan ellenőriznek, meghitt. És ott pittyek az arcodba, és közben adagolják be az oxitocint, hogy a következő három órában már tényleg jöjjön ki az a gyerek. Milyen ahhoz meghitt? Mindegy, ahhoz, hogy egy emberi lény megszületik, akkor is tartozik valamennyi étosz. Eredendően tartozik hozzá valamennyi étosz. És mikor azt az étoszt akár előtte? Tisztelni is lehet. Mert ott egy emberi lény születik. Tudod, ehhez tartozhat valamennyi méltóság. Ezt azért szabad tisztelni, tehát ez létezik. Attól még, hogy pittyeg, attól még, hogy infúzió csöpög, attól még, hogy folyamatosan mérik a vérnyomásodat, stb. Igen, tartozik hozzá. És miért kell ezt egy ilyen vásári, ócska, szar revűvé gyalázni. Miért? De hány órával előtte kell ennyire megkomolyodni, mert értem, hogy... Nincs ilyen, hogy kell. Van benned valamennyi méltóság, az kiül a pofádra. Ha nincs, az nem. De mi van, ha másnap 10-re van előírva az én műtétem, és előző nap beköltözünk oda, átveszem ezt az egyberuhámat, és csinálok egy ilyen videót. Igen. Azért, nem tudom, 17 órával előtte... Érts, hogy azért csinálja a videót. Nem spontán csinálta ez. Csináltam egy videót, és most csak azért ne rakjam ki, mert holnap szülök. Azért csináltam a videót, mert holnap szülök. A szülésemhez tartozik ez a videó, és az én vidámságom, és az én boldogságom, és a férjemmel való mámorom a szülésemet reprezentálja, az én szülésemhez tartozik. Így élnek az istenek odafönt az Olimposzon. Lássátok, prolik! Így táncikálunk akkor, amikor mások nyögnek, szenvednek. Igen. Szeretném, hogyha írnál egy könyvet arról, hogy hogyan kell ízlésesen szülni, mert most tényleg tehát olyan iránymutatásokat adsz nekünk, mester, de én még nem igazodtam el teljesen. Azt már a tudom, bába hogy... könyvedet, hogyha kiadnád szakácsú. Azt már tudom, hogy nem szabad így videózni, meg táncolni, meg mulatni, mert ne érezd már jól magad, ez egy szülés ember, nehogy már mosolyogjál. De tudod, azért... A méltóság a minimum, tehát az emberi méltóság, és talán a méltósághoz lehetne hozzárendelni azt, hogy jól érzem magam, és nem a jó közérzetemhez hozzárendelni, hogy hát hogy tudom jól érezni magam, ha levetkőzöm a méltóságomat, egy kicsit jobban tudom érezni, hát akkor minek? Hát akkor ez engem korlátoz ez a méltóság, hát akkor ez nekem tulajdonképpen teher. És erre mondta azt a Hunter S. Thompson. Ezt akartam idézni pontosan. Hogy? Hogy megszabadul az ember lét fájdalmától, aki elállatiasodik. Szóval, hát igen, itt valami ilyesmi történik. Te tudsz olyan kihívásról, aminek bármi tétje volt valaha? Hogy egy challenge a te emlékeidben, ami egy olyan challenge, amihez tényleg tartozik valamiféle kockázat, tartozik hozzá valamiféle ideológia, vagy valamiféle tartalom. Hát a kockázat azért az ilyen nagyon durva. Hideg vízzel leönteni a másikat? A jégre leöntés az pont az ALS betegségnek gyűjtött ténylegesen több tízezer vagy több százezer dollárnyi adomány. Tehát ott egy alapítvány kihívás, volt értem, mögötte. Értem, hogy volt mögötte egy alapítvány, de a kihívás maga akkor is érvénytelen volt. Teljesen bulvárélmény volt, az, hogy egy jegesvödörrel leöntenek téged. De most mit vársz, hogy vágja le egy karját? Nem, vagy hogy hol van nálad a belépési küszöb egy ilyen? Nem, mondjuk akkor, amikor mindenki karlendítéssel köszönti a Führert, álljál karba tett kézzel. Mondtam egy példát. Van ilyen kihívás az iszlám radikálisok, amikor robbanó mellényben oda mennek az amerikai katonai konvoj mellé, és megnyomják a gombot. Az ilyen, tehát annak van tétje. Az egy kihívás. Na, arra azt tudom mondani, hogy ott az aktus megszolgálja
ezt a fogalmat, hogy kihívás, ezt élet, ehhez tartozó krediteket. De miért az életveszély? Ki mondta, hogy életveszély? Nem, egyáltalán bármi, vagy csinálj valamit, aminek van tartalma. De ez miért lenne életveszély? Hatása van. Tehát teszem azt, egy alapítvány több százezer dollár bevételt tud egy ritka betegségre, és de mégiscsak egy szégyentelen pojátszáskodás tartozik hozzá, mégiscsak egy érvénytelen bulváraktus tartozik hozzá. A kérdésem az, hogy a kihívás, értem, hogy pénzt gyűjtenek vele, értem, hogy jó célra gyűjtik, de a kihívás tárgya, az miért kell, hogy nélkülözze a tartalmat, és hol van ez a törvény megírva, amire most hivatkozol? De hogy lehet olyan kihívást csinálni? Hol van az, amikre te hivatkozol? Én kérdezem, hogy itt van egy törvény, az a törvény, hogy nem lehet tartalma a kihívásnak. És tudod, a döntő kérdés az az, hogy miért? Miért nem lehet? Miért kell, hogy színültig üres legyen a kihívás tárgya? Az lenne a kihívás, hogy írj egy haikut arról a dologról, amelyre fel szeretnénk hívni a figyelmet, akkor minden kihívásnakra igent mondó ember tartalmat állít elő, amely tartalmazza azt, aminek érdekében. Mondjuk, az már egy tartalom, egy kapcsolatba hoztuk az ügyet a kihívás tárgyával, nem úgy, ahogyan a jegesvödörrel való leöntés, illetve az annak a betegségnek a gyógyítására zajló gyűjtés. Tulajdonképpen a jegesvödör, meg amikor fahéjat kellett enned, akkor az valójában azt mutatja, hogy te elkötelezett vagy az ügy mellett, ezért még egy bár hülyét csinálsz magadból, tehát ez az elkötelezettségnek a mértéke, hogy gyalázat, mocsadék, aljadék, celebbé gyalázod le magad, annyira fontosnak tartod az ügyet, hogy a méltóságaddal fizetsz az ügynek az oltárán. Ezek megőrültek című televízió. Fájdalmat és veszteséget válasz, mert valami kellemetlen dolgot beválasz azért, hogy az jó. A méltóságoddal fizetsz. Nem úgy, mint Jan Palach, aki felgyújtja magát a Venceltéren, hanem úgy, hogy annyi fahéjat tömsz a pofádba, hogy utána a tüdőddel így azt így sárkány módjára füstként visszaköhögd. Az utolsó ember, aki... Soha nem néznék ilyen videót. Én igen. Az utolsó ember, aki ilyen érvényes tartalmat állított elő, az Chaplin volt szerintem, aki a burlesket, tehát egy olyan dolgot csinált, amiben látszólag elvesztette a méltóságát, valójában meg társadalmi problémákra hívta fel a figyelmet, amikor is a szegények életét bemutatta. Én azt hiszem, hogy senki nem értelmezte úgy, én azt nem hiszem, hogy bárki is úgy értelmezte a Chaplinnek a filmjeit, hogy itt a Chaplin legyalázta magát, meg a méltóságával fizetett. Azt a Chaplin most az lehet, hogy amielőtt a Chaplin ezt elkezdte csinálni, az vásári volt, de valahogy a Chaplin azt művészeti rangra emelte, nem? Ezt mondom, tehát hogy ő azért tudott, de hogy azóta meg így nem látom. És ez csak 100 éve volt, vagy 120. Kevesen tudják, de Magyarországon is volt két olyan UFO észlelés, amikről jelenleg is beszélnek az emberek, és nem véletlenül, hiszen vannak gyanús tényezők. Még 1989. október 20-án hajnalban láttak Tarna Szent Márián furcsa, megmagyarázhatatlan fényeket az égen. Ráadásul az éppen a helyi honvédségi őrtanya tornyában lévő Diószegi Lajos még zúgó hangokat is hallott. De nem ő volt az egyetlen, hiszen rengetegen felfigyeltek a jelenségre, az állatok is furcsán viselkedtek, sőt, egy hónappal később, november 20-án újra megismétlődött a hátborzongató eset, ami még nagyobb pánikot keltett. Próbálták átkutatni a környéket, de nem találtak semmit, hiába volt sok szemtanú. A rejtélyes UFO észlelés után állítólag elment egy nő a laktanyába, és próbálta meggyőzni az embereket, hogy csupán sarki fényt láttak, ez pedig kifejezetten gyanús volt, mintha csak el akarnának titkolni valamit. A mai napig nem sikerült lerántani a leplet a titokzatos esetekről, amiket Magyarország felkavaró UFO észleléseiként is emlegetnek. Emlékeztek erre az esetre? Én nem. Én se. Ez a legrejtélyesebb. Miért nem emlékszünk? Felkavaró. Őket felkavarta. Kitörölték belőlünk. Hát szerintem... A fekete ruhások. Szerintem az a nő, aki elment és megpróbálta kimagyarázni a jelenséget a sarki fénnyel. Uh-huh. Ezen a... Az a gyanús, hogy kiküldte azt a nőt, aki ott magyarázta, hogy a sarki fény volt. Miért volt érdeke annak a nőnek, hogy meggyőzzön embereket arról, uh-huh, hogy az a sarki fény volt? Nő volt egyáltalán? Tehát gondolod bele, hogy mennyivel valószínűbb, sokkal valószínűbb, hogy valami azonosítatlan repülőtárgyat láttak, mint hogy sarki fényt. Hát ez nevetséges. Igen, amiben egyébként önmagában meg még semmi különleges nincsen. Tehát, hogy a tulajdonképpen azonosítatlan repülő tárgyakkal találkozol, amikor nyaralni mész,
repülővel, kimész a repülőtérre, és kinézel azon az ablakon, és egyszerre 4 gépet lát, amiből egynek tudod az azonosságát, de még egyelőre nem tudod a 4 közül melyik. Persze. Az. És amikor megmondod, hogy az az én gépem, na, akkor másik 3 még UFO. De másik 3-at is azonosított, hogy repülőgép. Az, hogy nem a te géped, az nem az az azonosítása, hogy ez melyik járat, megjegyzem, hanem az, hogy ez, mi ez a tárgy odafönt. Megjegyzem, az nem fiatalok. UFO, amit a kifutópályán látsz, az még nem repül, ugye ez flying object, tehát repülőtárgynak kell lennie. Na most nyilvánvalóan vannak a mai napig, sőt lesznek is azonosítatlan repülőtárgyak, amiről nem tudják eldönteni a szakértők sem, hogy ez most mi volt. Valaki egy drónnal szórakozott, elszabadult egy meteorológiai léggömb, vagy valamelyik ellenséges, hogy hívják, nagy hatalom próbált felderítést végezni valamilyen szupercsúcs technológiával, vagy a földön kívüliek, mert ugye az emberek az UFO-kat egyszerűen ezzel azonosítják, hogy azok a földön kívüliek. Tehát mi mindenki, mindannyian gyakorlatilag az emberek úgy gondolkodnak, hogy amikor UFO-ról beszélünk, az csak is földön kívüli intelligencia lehet. Azt, hogy miért képzeljük úgy, hogy az pontosan ugyanúgy szerveződik, mint ahogy mi, ugyanolyan ipari módon oldja meg azt, hogy velünk például kapcsolatba lépjen, tehát hogy épít egy gépet, tudjátok, egy ilyen nagy acél, vagy alumínium, vagy valamilyen gépet, ami persze nem úgy működik, mint a mi repülőgépeink, de mégiscsak egy ugyanilyen gép, és hogy azok miért ugyanúgy néznek ki, mint mi. Bár nagyobb a feje, meg hosszabb a karja, de mégiscsak emberszerű. Mi ez különös, ez a humanoid, ahogyan ábrázoljuk őket, egy ilyen nagyobb feje van, hiszen úgy képzeljük, hogy nagyobb az agya. Okosabb. Hiszen ott azon a helyen, azon a bolygón, szintén egy evolúció fejlesztette. Nyilvánvaló, hogy ott is a fejben, a fej koponyában lévő agy az, ami felelős az intelligenciáért, mert hogy máshogy alakulhatott volna az evolúció. És hát tegyük hozzá, hogy fehér. Igen, és ez a lény, milyen zöld különös, hogy karjai vannak, milyen különös, hogy a lábain áll, de milyen különös, hogy egyetlen feje van. De ez prekoncepció, hogy az, amin a két fekete folt van, az a feje és a két fekete folt a szem. Lehet, hogy az szerve a gyomra, és amit mi ballábnak gondolunk, ott van az agya. De azért az mégis csak normális, hogy az 1, 2, 3, 4, 5 nyúlványú állatok, ez, mi is 5 nyúlványúnak tűnünk, mert a fejünk egy, de ha úgy tetszik, akkor 4. Gratulálok. De tehát vannak még a, nem tudom, 8 meg a 10, ugye a rovaroknál. Meg a 100 meg a nem tudom mennyi. Az már megszámlálhatatlan, azok meg már ilyen állábak, de végül is nyúlványok. De hogy a viszonylag csekély számú, az tényleg úgy néz ki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. És csá. Jó, lehet. Tehát miért ne lehetne 5 ilyen tengeri csillag alakú a földön kívüli élőlény is. Miért gondolkodunk végtagokban? Eleve a végtagokat. A végben. Eleve a végtagokat, eleve ezt a testzsákot, ez az evolúció alakította ki. Egy másik evolúció, valahol máshol, vagy miért is hívnám evolúciónak? Egy másik mechanizmus, egy másik teremtésművelet valahol máshol miért hozna létre egyáltalán olyan konstrukciókat, amilyen itt az emberi vagy az állati test? Hát, miért menne végig keresztül az a civilizáció vagy kultúra, vagy egyáltalán miért alakulna ki civilizáció, illetve kultúra abból a lényből, és miért menne végig ugyanazokon az állomásokon, hogy a végén egy járművel közlekedjen az űrben, ahelyett, hogy a gondolataival na, közlekedjen. Ez a mi fantáziánknak a csekélységét fejezi ki. Minden science fiction szerző annyit ér, amennyire különböznek a teremtményei a földi teremtményektől. Igen. Ezért mondjuk, akkor gyorsan idézzük ide a Star Wars univerzumot, ami nem olyan nagyon, hogy is mondjam, fantáziadús. Igen, de az régen zajlott, nem a jövőben fog. Oké. A határokat nem biztos, hogy az evolúció alakította ki, hanem mi. Ugye mi mondjuk meg, hogy meddig tart az élővilág, meg a bolygó széle. Mi gondoljuk azt, hogy az állatvilág, ezek meg emberek, azok a növények, de azok már a gombák. Nyilván ennek van egy szabályrendszere, amely alapján tényleg itt vannak a határok, de mondhatnánk azt is, hogy nem. Vagy mi gondoljuk, vagy mi határozzuk meg, hogy mi az, ami makrokozmosz, és mi az, ami mikrokozmosz. Meddig látunk el, vagy meddig gondolunk el, hogyha ezeket a határokat nem így határoznánk meg, akkor az idegenekre mondhatnánk, hogy nem is idegenek. Hanem rokonok. Vagy mi magunk vagyunk egy másik időségben, vagy akármit mondhatnánk. A kérdés az, hogy léteznek-e
Van, aki hisz bennük, van, aki nem hisz bennük, van aki nem hisz, hanem tudja, hogy vannak, mert találkozott velük, én nem találkoztam bennük, és nem is hiszek bennük. Na de miért van az, hogy ezeket az észleléseket mondjuk jellemzően Észak-Amerikában, az USA-ban dokumentálják? Tehát, hogy az a legtöbb ilyen UFO észlelés, az miért USA-ban történik? Szerintem ez egy ilyen jóléti ráérés lehetett, hogy a hidegháborúnak a jobbik végét húzták, és ők már ráértek erre a szabadidős tevékenységre, mert nem tudom, nem a TSZ-ben kellett éppen túlórázniuk. Vagy az idegen civilizációk őket nézték ki, mint a legfejlettebb humanoidok, és ezért ővelük akartak kontaktálni, de ha vagy megkontaktálni akartak, is lehet, akkor miért nem? Az is lehet, hogy az amerikai társadalomban a legnagyobb fokú a bizalmatlanság a saját elitjével szemben, és az annak a gondolata, annak a sejtése, hogy minket átvernek, hogy olyan folyamatok zajlanak a háttérben, vagy akár az előtérben, amelyeket előlünk eltitkolnak, és már ehhez a gondolathoz, már ehhez a gyanakváshoz tartozik hozzá az az észlelés, hogy amikor én ott látok valamit, az nem a sarki fény, hanem nyilvánvalóan az 57-es szektorban a titkos iratok azok, amelyek magyarázzák, amelyek értelmezik azt, amit látok. A kormány már réges-régen kapcsolatban áll velük, hogy legalábbis a CIA már réges-régen azonosította őket, csak nem mondják el nekünk azért, és valójában nem az élményhez, az észleléshez tartozik a Conteo, hanem a Conteo igényéhez tartozik az észlelés, és amint megjelenik valami az égen, az már egy meglévő összeesküvés konstrukcióba helyeződik be. Magyarul egyfajta pszichózisnak a tünete, hogy észlelik. Nem 57-es szektor, hanem 51-es, angolul Tarna. Te elhiszed, hogy 51-es? Angolul Tarna Szent Mária 51. Te azt hiszed, hogy 51-es? Aria a Máriával nem véletlenül rímelt, is sem gondol. Te még mindig itt tartasz, hogy 51. Ja, nevetséges, tudod, azt akarják, hogy azt hitt, hogy 51, és te meg elhiszed. Ezért nem fogod megtalálni, amikor keresed. Tartok tőle, hogy a sarki fény az a Párizs fénye espresszó, a sarki presszó fénye lehet. Van egy evolúciónik. Egy olcsó koktél egyetemistáknak. Van a humanoidok külsejére vonatkozó evolúcionista magyarázat is. Abból indul ki, hogy valamikor, valamely történelmi korban az emberiségnek egy törzse, vagy több törzse elhagyta a Földet, és az evolúciója az egy másik bolygón, vagy egy másik, minden más ökoszisztémában folytatódott és zajlott, és most, hogy visszatérnek, azért hasonlítanak ránk, mert közösek az őseink, csak lehasadtak a mi evolúciós történetünkről egy bizonyos ponton. Melyikünk változott meg, vajon ő, vagy mi? Mindannyian megváltoztunk, tehát egy majom törzs lehetett az ő közös ősünk, és ők egy párhuzamos evolúciós történetet írtak le, és a hasonlóságok, a karjuk, a fejük, a koponyájuk, stb. Erre vezet vissza. De hogyan hagyták el a Földet? Mert én egyetlen módot tudok elképzelni, egy korábban kevésbé fejlett állapotból az annak, a bomba. Mert hiszen a bombával lehet elhagyni a Földet, de az meg nem valódi fizikai. Erich von Däniken leszállt egy űrhajóval, ők felszálltak az űrhajóra, és ő elrepítette őket egy másik bolygóra. Illetve még azt tudnám elképzelni, hogy jövünk vissza magunkhoz, tehát hogy ezek az emberek 200 év múlva, de hát ugye... 200? Hát akkor 100, 200 ezer. 20, akkor mit tudom én, tök mindegy. Akkor nem 20 segített az igényeidet kiszolgálni, a Dávid módosított, és így már jó, hogy 20, ugye Robi? Mert hogy arra gondolok, hogy ha exponenciális fejlődés sem megy keresztül a civilizációnk, a technológiánk, a tudásunk... De az evolúciónk nem. A biológiai evolúció nem. Igazad van. De még egyébként az is lehet. Miért ne? Honnan veszed? Honnan tudod, hogy mit tudsz 20 év múlva előállítani? Lehet, hogy lesznek olyan gépek, amikbe befekszel ilyen ma ismert homo sapiens formában, és 5 évig keltett, és kijössz belőle szuperhumanoidként. Hát ez szolárium, nem? Erre gondolsz. A szerkesztőnk az Interstellára utal, szóval, hogyha a könyvespolc előtt azt a sugallatot hallod, hogy szeretet, 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 akkor lehet, hogy a jövőből szól hozzád a
Gyereked. Az apád. Az űrverseny azért okozhatta a hidegháború során ezt a fokozott figyelmet az égi jelenségekre, ami én azt gondolom, hogy az oroszoknál is meglehetett, csak hogy őt ott az csak utca embere nem szerepelhetett annyit a tévében, meg az újságban, hanem egy ilyet mondott, szóltak neki, hogy... Egyrészt veszek nem is látott ilyesmit, mert vedelte a vodkát, és arccal a sárba belecsapódott, és nem az eget kémlelte, hanem négy kézlebb mászott haza a kocsmából. Míg az amerikaiak ugye ültek kint a verandájukon, és nézték a csillagos égbort elhúzó Starlinket. Ti éreztetek már életetekben úgy, hogy na én most láttam egy UFO-t? Nem, sajnos. Én egyszer valami ilyen ifjúsági nyaralásra mentem, nem tudom, Banska Bystricára ötödikesként az általános is. Igen. Magyarságvizsga volt, és nem mentél át, Oszi. Hogy ott rohadnátok meg, ahol vagytok. És a busz mellett így, tudod, jött egy ilyen furcsa tükröződés, és azóta is gondolkodom, hogy akkor ez az üvegen tükröződött valami, vagy a másik üléssorban valaki pörgetett valamit, csak én odalát, de így konkrétan így egy fél percig a szememmel követtem, aztán ez a dolog megszűnt, és úgy vagyok vele, hogy én nem hiszek ezekben úgy sem, hogy már láttam egyet. Uh-huh. És emlékszem a Ferkó nevű szomszédgyerekre, aki meg ilyen, mi voltunk 5 évesek, ő meg 6, és állandóan gömvillámmal májerkodott, uh-huh. hogy ő már hallott ilyenről, és őt látott, tehát, hogy így mutatta, hogy ott a szomszédságunkban, az házak között, így lejött így a tetőn, és arra ment el, és mivel ezt tőle hallottam, ezért folyamatosan hitetlen voltam ezzel kapcsolatban, de hogy egyébként ezt nem ilyen gúnyos mosolyjal tárgyalják a jelenséget, hanem egy ritka elektromos jelenség. De a gömvillám az nem teljesen hülyeségkonteó, mint az UFO, hanem arra az létezik, nem? De, ja, csak baromi ritka, ezért nincs úgy dokumentálva, hogy ez teljes megnyugvással azt mondja, csak egy gömvillám. A 6 éves gyerekeknél, meket kisebbeknél, az simán működik, főleg kisebbeknél még, hogy annyira élénk a belső világa, annyira vetít gyakorlatilag ő még belül, hogy ha azt magyarázod neki, hogy Ferkó, tegnap emlékszel, hogy tegnap láttuk itt azt a gömvillámot, ami így meg így jött, és ezt 2-3-szor elmondod neki, akkor Ferkónak konkrét emléke lesz róla, hogy ő látta. Tehát ő neki belül ez a kép, ez megszületik. Még félig a fantázia uralja a pszichét. Kivetítődik az agyában a kép, és elraktározódik a látott kép. Tehát ő látta azt. Onnan kezdve az neki megvan. Összefügghet az, hogy a névnapomra kapott halogénelem lámpával házuk tetejét világítottam heteken keresztül, hogy észrevegye az ágyból. A Halloween elemlámpáddal. Ha kellően ijesztő. Az is érdekes, hogy megvan ennek az egész UFO észlelésnek az uralkodó mítoszok sorában a helye, hogy volt a western, mint uralkodó műfaj és a hősei, aztán a gangster film, mint ilyen romantizált, és több, és még a 20. században vagyok, és onnan indultam, csak a kalózok, aztán az archeológusok, aztán az űrhajósok, aztán a paleontológusok, aztán a szuperhősök, és jelenleg a zombik szerintem, vagy én nem tudom, hogy éppen hol tartunk, vagy a szuperhős az újra beelőzi-e a zombikat, ez kérdéses. És akkor ennek során az űrhajóst, azt nyilván kalandokkal kell felruházni, mert nem lehet ennyit mondani, hogy az azt jelenti, hogy fölülsz egy rakétára, és kimész az űrbe, igen. És nincs több elvárásunk, vissza se kell, hogy tudjál jönni, sőt, innen kilépsz, már űrhajós vagy. Kilépsz a holdra, és visszajössz, és ennyi volt a kaland. Igen, de a világ, hát szerintem már ugye a westernben is olyan hősök vannak, ugye ilyen szamuráj mintára, aki egy egész falut megment, aki a védtelen nép vagy közösség szolgálatába rendeli az életét, és aztán a kalóz is valami olyan, hogy hát igen, elrabolta a kincseket, de a királytól, de amúgy rendes, meg így a sajátjaival azért jóban van, de elrakta egy szigetre, mert majd szét akarja osztani a népnek, és hozzá is rendelünk jó tulajdonságokat. Az Indiana Jones-t is felruháztuk ezzel, akkor az űrhajóst miért ne akarnánk a világ megmentő szerepbe tenni, de hát mi baja lehet a világnak, és akkor elkezd dolgozni a fantáziánk, hogy tehát természetesen akkor ha élettelen, akkor meteor, uh-huh. Másik bolygó, hold, nap és csillag megszűnés és robbanás és bármi,
És akkor ez mondjuk tud 5 epizódot egy ilyen Star Trekből, de hát kell belőle gyártanunk 110-et, úgyhogy akkor induljunk meg. Ez így kevés lesz. Igen, induljunk meg, és akkor kell az intelligens élet, vagy... De egyébként valószínűleg az emberben alapból ott van az, hogy amikor kémleli az eget, a végtelen eget azzal, és ha valóban felfogja, hogy mi az, amit lát, egyébként ezt képtelenség szerintem átérezni, a világűr méretét, tehát az, hogy tudod, persze, tudom én, hogy az a csillag az olyan, mint a mi napunk, csak még lehet, hogy 100-szor akkora, és én csak egy gombostű fejem méretűnek látom, és lehet, hogy a körül kering 200 bolygó, és lehet, hogy ebből látok csak így megszámlálhatatlanul sokat az égen, és azok körül mind van bolygó, tehát hogy kell, hogy legyen valami, ez ugye eljutsz erre a következtetésre, hogy ha itt 10 milliárd bolygóról beszélek, kell, hogy legyen valahol még élet. És akkor gondolkozol, hogy az milyen lehet, és nyilván nem azt képzeled el, hogy ilyen formátlan kocsonya ide jön, és még kommunikálni sem tudunk, tehát valahogy a fantáziáddal muszáj, hogy arra az ösvényre tévedj, hogy ezekkel te valahogy tudsz kommunikálni, hogy nem vagy egyedül ebben a rohadt nagy univerzumban, hogy valami nem egy ilyen sötét, egy fekete semmi vesz körül, hanem van ott valaki még rajta. És mi van akkor, hogyha ennek az UFO-nak az észlelése, vagy az UFO-nak az óhajtása, ez egy vágyfantázia. Ez mindannyian tudjuk, még aki tagadja, a lelkeményén az is tudja, hogy amit a Földön teszünk, ahogy működünk, ahogy növekszünk, fenntarthatatlan, és hogy a katasztrófába hajtunk bele. Hogy a szakadék szélét ostromoljuk. A zombi mítoszaink, meg a világvége mítoszaink, azok erre reflektálnak. A zombi lényegében tükör. Mi van akkor, hogy kifejezetten az személyiségétől elidegenedett, fogyasztói kosarával azonos, személytelen pláza zombi. Ez egy vírus, tehát amikor igen. Az ember magára úgy igen. Néz, mint egy ilyen romboló vírusra. Igen. Na most mi van akkor, hogyha ez az UFO észlelés, meg az UFO óhajtás, meg az UFO mítosz éltetés, ez valójában annak a vágya fejeződik ki, hogy legyen remény, legyen egy külső megoldás arra a problémára, amibe kavartuk magunkat. Mert ugye a bolygó zárt rendszer, az erőforrásai végesek, a mi növekedésünk viszont korlátlan, mértéktelen, tehát fogunk fogyni az erőforrásokból, aminek a vége a civilizációnk összeomlása lehet. Csak! Semmilyen más kimenetele nem lehet. Viszont, ha az ott egy UFO, az azt jelenti, hogy mégsem a világűr a végső határ, ez azt jelenti, hogy a bolygó mégsem egy zárt rendszer, azon kívül is van, tehát az, ami az UFO, az a hely, ahonnan az UFO jött, kiránthat minket szorult helyzetünkből, kvázi mégsem kell elpusztulnunk abban a globális krízisben, ami körbeért a bolygón a kapitalizmus meg a nyugati civilizáció képében. Az UFO hit ebben az esetben egy ima egy erőhöz, amely helyrehozhatja a hibáinkat. Uh-huh. Bár nem igaz, hogy mindenki tudja, hogy egy apokalipszis felé menetelünk, mert én speciál reménykedő vagyok. Tehát én lehet, hogy hülyéz le, de én nem tudom, hanem én az ellenkezőit tudom. Hiszem, hogy ezt így meg lehet fordítani. De hogy? Amúgy meg... Robi, én az ellenkezőit hiszem. Oké. Csak addig, amíg nincs, nem térünk rá arra, hogy addig az egy vallás tulajdonképpen. Csak szeretnéd. Érted? De ez nekem oké. Én mert nem látom megalapozottabbnak a te jövőbe látásodat sem. Nem, csak én csak azt mondom, hogy jelenleg egy hatalmas tanácstalanság van a világon arra vonatkozóan, hogy fogjuk magunkat ebből persze, a szarból kivakarni. Az elmúlt 40 évben rengeteg ezt változott ennek a retorikája, és az, hogy tudomásunk van róla, és legalább egy akarat, ha még nem is igyekezett, azért az egy gyökeres változás mondjuk a 140 évvel ezelőtthöz képest. De szerintem igazából tulajdonképpen egy dologról lehet vitatkozni ezzel kapcsolatban, hogy 5, 10, 50 vagy 100 év múlva omlik össze, de hogy kódolva van ebbe a működésbe az összeomlás, az szerintem biztos. Jaja. És erre történelmi előzmények is vannak. Az összes birodalom összeomlott, csak azok nem tudták globálisan felélni a lehetőségeiket. Lokálisan élték mindig csak fel. Lokálisan, tehát Babilon, Róma, de még a szovjet birodalom, és ezek mindig lokálisan tudtak tönkre menni, vagy Egyiptom, mindenhol, és egyébként pusztulást hagytak maguk után. Mi van akkor, hogyha az UFO-knak az otthona éppen pusztulás alatt van, és ők az előző...
az előző bolygó méretű felelőtlenségüket még csak a bolygójuk szenvedte meg, de most, hogy feltalálták a hipertéren keresztüli utazást, most eszkalálunk. És ők a rossz hírt hozzák, nem pusztán ez a bolygó van halálra ítélve, hanem van egy másik is, és ugyanilyen rossz helyzet. Mi ebben a védett állatok a természet részei vagyunk, ahová egyszer csak így sípoló hangon betolat a fákat kiváltó teherautó. De az a helyzet, hogy ha már ide tudna jönni egy UFO azzal az üzenettel, hogy tönkretették a saját bolygójukat, már az is akkor is egy jó üzenet lenne. Mert olyan technológiát hoz, igen, azzal, hogy el tudott ide jönni, egy olyan technológiát hoz, ami esetleg minket ebben a fázisunkban, ebből a válságunkból kiránthat. Hát csak hova, hova menjen akkor? Mi számunkra mindenképpen egy örömhír, egy evangélium. Képzeld, mennyi ideig kereste ezt a bolygót, ahol lehet élni. Azért kereste ezt a bolygót, hogy megmentsük őt, de legalább, ha ez nem is jött össze, legalább ő megment minket azzal a technológiával, amivel idejött. Viszont hát, legalább fogadjuk be arra a maradék 20 évünkre. Amit ő itt lát, az neki történelem. Ő rögtön ki tudja számolni, hogy Oszinak vagy Robinak van igaza, és hogy hány év van hátra a Robi igazából. Hogy ez 79 vagy 790. És ennyivel egy időre beljebb vagyunk. Kedvencem az űrbe kilőtt kapszula, tudjátok, amiben üzenetet rakott az emberiség, és ott van, hogy le van így valami ilyen fém lemezre, bele van így vésve, vagy karcolva, vagy CNC-vel marva, mit tudom én. A férfi emberi a férfi, test. Meg a nő, meg hogy hol vagyunk, hogy itt a, lehet, hogy csak a férfi, hogy itt van. Abból a, már reprodukálunk mindent. Persze. Az oldalbordát kell föltüntetni itt rajta. Itt van a nap, meg a föld, meg a többi. Tudod, így le van rajzolva, hogy mi adtunk egy térképet, hogyha majd ez valahol így becsapódik, tudod, ott van az UFO, nem tudom melyik a Ganymédeszen, ott éppen kertészkedik, és becsapódik ez a kapszula, és megnézi, néz már, és itt egy lemez, és jaj, hát ez a Földnek a térképe, menjünk oda, már ott emberek vannak, szóval, hogy ez mennyire aranyos. De ezért humanoid, mert ezt kilőtték oda. Csak elképzelem, hogy fölteszik ezt a lemezt, és de 45-ös fordulatszámon van náluk, meg 33-as a szabvány, és így, akkor mindegy. Hát vagy olyan gyorsatokban látják, mint ezt a szarzenét nem akarjuk megmenteni. Nem, egyébként Beatles csomagoltak nekik, vagy valami nem más? Nem tudom, de hogy ez valami olyan szinten naív és ilyen óvodás elképzelés arról, hogy mi itt hogyan, tehát hogy ez pont a reménytelenségünk. És pont azt fogják megtalálni, tudod, a 500 ezer különböző tárgy közül, amit minden nap kiokád magából a kultúránk, majd pont ez fog eljutni oda, a térképünk. Mennyi esélye van? Ez olyan, mintha tényleg azt mondom, beleejtek egy tűt a szénakazalba. Hát ez nem lehet. Tehát az űr, az a végtelen űrbe kilőni egy kapszulát, sokan amiben van ez a semmi. Nagyobb esély van rá, hogy itt találják meg, ha itt hagyjuk a Földön, mintha kidobod, mert jó, kint de, minden hagyjuk, csak elveszik. Na jó, de hogyha itt hagyjuk a Földön, akkor ugyanúgy megtalálják a fosszíliáinkat, amiből aztán, tudod, következtetéseket nyernek legalább olyan hitelesen arra vonatkozóan, hogy néztünk ki. Hát de olyanokat, mint mi a fosszíliákból, ami azért hiányos, tehát nem tudjuk milyen hangot adott, nem tudjuk milyen hosszan élt, nem biztos, hogy tudod helyesen, hogy mivel táplálkozott, bár vissza tudsz következtetni a testébe beépülő anyagokból mondjuk, de tudod, ezek már következtetések, mint ahogy az emberi életmóddal kapcsolatban is következtetések, ahogy a megtalált otthonok, meg a temetkezési helyek körül, tudod, milyen tárgyak voltak, abból így következtet rá, hogy ezt és ezt a tárgyat ő dísznek, vagy a funkciója miatt használta inkább, és hogy ez a háztartásban volt jellemző, vagy a falunak egy közös volt belőle, vagy még nem is volt jelen, vagy hogy ezt az anyagot használták-e, és azt úgy használták, hogy előállították, bányázták, vagy csak ha találták, és ezekben bármelyikben tévedhetünk jó hosszú ideig. Tehát az, hogy mondjuk ilyen bakelit lemezszerűséget küldenek, az egy analóg vájatot, annak több értelme van, mint egy DVD lemeznek, mert az a protokoll, hogy a DVD lemeznek a bitjeiből, hogy lesz hanghullám, az szinte érthetetlen, vagy sokkal nehezebb megfejteni, mint azt, hogy, hát, hogy az ott a hullám. Tehát le van rajzolva a hullám. Okay. Húzd végig rajta a körmöd, és hallani és fogod. És cicceregni fog, igen, világos, de hát akkor is, és akkor mi van? És ha nincs körme. És ha nincs füle, és nem de hall. De pont tegnap vágtam le, mondta az utó. Most gondolj bele, hogy az elefántok kiadnak infrahangot, ami a miénknél mélyebb, a denevérek kiadnak ultrahangot, ami a miénknél magasabb, egyiket se halljuk. Most milyen esélye van annak, hogy az UFO végig húzza a körmét azon a vájaton, és hallani fogja azt a frekvenciát, amit mi hallunk.
hallunk, aha, de ő lehet, hogy nem. Amúgy vagy az lehet, élet nagy, rohadt nagy tévedése, az pontosan ez, az, hogy a saját tartományunk központiságával gondolunk abszolút az egész világra. Az, hogy az ultrahang, infrahang, ibolya, infravörös fény, tehát az elektromágneses és a levegő, igen, hullámzásnak a számunkra érzékelhetetlen része, az így nem létezik, és ugyanígy vonatkozik ez a, hogy mondjam, a zoom levelre, az, hogy a világ értelmezhető része az az emberi test méretével összevethető skálában zajlik, nem pedig azon kívül, és tehát így honnan tudod, tudom, hogy ez áltudományos és csak filozófiai, de mondom, hogy honnan tudod, hogy nem élik meg ugyanezt a fajta kultúrát, telekommunikációt, fejlődést, történelmet a sejtek, a porszemek, azon a egy tök más kommunikációs nyelven, amit tudod, mi nem olvasunk innen, és ők azt gondolják, hogy ők a nagyon fontosak, és tanakodnak, hogy mi lehet a te bőrfelületeden kívül, miközben mi meg itt a rádióban csak így elméletnek nevezzük őket, és ők is elméletként gondolnak ránk, de mi biztos nem létezünk, és ők is biztos nem beszélnek egymással. És mi van, hogyha ugyanígy vannak vele a galaxisok, tehát, hogy minden kinézve annyit láttunk, hogy ilyen nagy-nagy rendszerek, de hát tudod, az ugyanúgy lehet egy lény. Ha minden ilyen méretskálához tartozik egy értelmes élet, akkor mennyi gondolat lehet a világban, jóval több, mint amire számítasz? Ha a galaxisok mindegyike egy lény, akkor a tejútrendszer is egy lény, aminek mi a részei vagyunk, tehát mint akkor a bérflórádban, mi valamilyen funkciót ellátunk, lehet, hogy az emésztését segítjük. Felemésztünk egy bolygót éppen neki, és azt... Igen, lehet, hogy azért létesültünk itt, hogy ezt a bolygót, igen, hogy ezt a bolygót jól elemészze a tejútrendszer. És mi ebben segítünk, mert segítünk elbontani. Ilyen radioaktív sugárzók is, gombóccal varázsoljuk, ami neki majd jó tesz, melegíti a bendőjét. De nem érdekli azt az élőlényt a bolygó, mert az csak az atommag őt. A Hold érdekli, mert ő az elektromos áramot annak a töltésén keresztül továbbítja. A Mária 51-be, ahol ez az egész történik, igen. Mi van egyébként, hogyha az UFO az tényleg nem tudományos kísérlet szempontjából érkezik, az alien, az idegen civilizáció, hanem menekül, azaz migráns az UFO tulajdonképpen, akkor tudod, de ha menekül, akkor alkalmazkodjon menekült a kultúránkhoz. Ha menekül, akkor menekült, ha migráns, akkor el akarja venni a munkánkat. Tehát na, ez a District 9 című új-zélandi, nem új-zélandi, dél-afrikai, hát hiszen apartheid, az apartheid tapasztalatával. A borok nyomán is összekeverted, igen, a két született helyet. A District 9. Mert a District 9 az annak a, nagyon erős példázata, hogy mi várunk egy magasabb kultúrát, egy magasabb civilizációt, mint a magunké, és kapunk egy hát nyomorultabbat, egy szerencsétlenebbet, egy olyat, ami nekünk van kiszolgáltatva. Mindannyian úgy képzeltük el az UFO-k eljövetelét, hogy jönnek az UFO-k, és akkor azok vagy megtámadnak minket, és leigázzák a Földet, vagy szövetséget kötnek velünk, és minket egy magasabb kulturális nívóra emelnek, de sosem úgy képzeltük el, ahogyan a harmadik világ bevándorol Európába, hogy ide fognak érkezni nyomorult, kiszolgáltatott lények, akik tulajdonképpen csak meg fogják terhelni a szociális rendszerünket. Ez a District 9. Igen. De miért pont fradistákat küldenek, az a kérdésem. Miért zöldek? Nem, 9. kerületi. Tudom, ja, hogy így. És zöldek is egyébként. Amikor a Kapcsolat című filmben idézik ezt, hogy az univerzum olyan hatalmas, annyi minden van benne, hogy kár lenne azt az egészet ilyen kevés emberre elpazarolni, az egy tök szép gondolat arról, hogy tulajdonképpen végtelen, ezért kell, hogy legyen máshol élet. Csak ez egyszerre a végtelenségnek egyfajta megértése és meg nem értése, mert a végtelenséget térként azonosítja, és akkor egyszerre kell, hogy velünk éljen valahol még valami, de ezt időben is azonosítani kell. Legalább az egyik irányba feltételeznek valamilyen végtelenséget. Tehát lehet, hogy kialakul egy értelmes élet, de ki mondta, hogy az a mi fennállásunk alatt történik meg?
Érted, mire hát gondolok? Igen, tehát mivel a világ. Az is lehet, hogy ugyanezen a helyen. Persze, a világegyetem ilyen, sőt, lehet, hogy itt van párhuzamosan mellettünk. Nem először tehát, fordul hogy, elő. Mint ahogy már arról is beszéltünk, hogy nem is érzékeljük minket körülvévő sugárzásnak is egy hatalmas jelentős részét, mi csak egy nagyon szűk tartományt, a látható fényt látjuk, azon kívül van irgalmatlanul sokféle sugárzás. Mi van, ha ők abban ténykednek, és nekünk esélyünk sincs őket észrevenni, és ugyanebben a térben vannak. Mi van, hogyha ezek a terek eleve átjárhatók, vagy értitek, szóval itt olyan messzire lehet elmenni. Nekem idegen civilizáció, vagy kultúra, vagy ne magyarázzon. Idegen nekem ne magyarázzon. Tanuljon meg angolul, Amerikába jön. Nem utogasson itt a láthatatlan tartományokban. Nem, hanem van egy filmélményem, a dolog, a The Thing, amit ki is rendezett, biztos tudod. Carpenter. Ami szerintem horrorban talán, nem is tudom, tehát a horror... Ez a Karfiollá átalakuló német juhászok olyasmi, típusú film, amikor olyasmi. Ilyen... Olyan nagyon kifasart helyzetben mutálódnak. Fasírtok, igen. Aha. Lényegében szerintem horror műfajban nagyjából az egyetlen film, ami nemhogy elviselhető, hanem tökéletes, és sci-fi, és az például megint csak egy olyan találkozást vetít elő, vagy vezet fel, amit nem szívesen, nem szeretnénk. Tehát, hogy nem szeretnénk, hogy így következzen be egy idegen kultúrával, vagy civilizációval való érintkezésünk. Hát tulajdonképpen a mondjuk egy vírusmutációval való találkozásod az hasonló. Az Időbevándorlók című skandináv science fiction sorozat kívánkozik még ide, ahova a múltból vándorolnak be, évszázadokkal korábbi múltból vándorolnak be, hát olyan figurák, akik akár a térből is érkezhettek volna, mert aki a térben utazik, az az időben utazik, ezt Einstein óta tudjuk. Aki a közel-keletről érkezik, az a középkorból érkezik, bizony. Tehát a középkorból érkezők, mint egy művészi analógiába állíthatók, a térben bevándorló közel-keletről érkező tömegekkel, és 2015 utáni sorozat, tehát kifejezetten a migrációra, migránsválságra adott művészi reflexió. És elég jó. Azt írja a szerkesztőnk, hogy a District 9 az amerikai, kanadai, új-zélandi, dél-afrikai. Kétszer is találtam. Okay, a felét eltaláltad egész pontosan. És hozz példákat a tökéletes horrorra, de ne kalandozzunk el, hogy az az ördögűzője, vagy a ragyogás, fogalmam sincs. Hát a ragyogás az nem horror. Egyébként de az van, hogy megszavaztatták, hogy mi a legjobb horror, és valami óriási részvételű szavazás volt, és az ördögűző nyert, és a ragyogás lett a második. Nem olyan rettenetes valahol egyébként, amikor hogy a filmrajongók ízlése kiszámítható, de nem rettenetes. Tehát, hogy tudod, amin a remény rabjai a legjobb film, és éppen nem taszítja le másfél hétre valami moziban éppen kijött dolog, az nem olyan elveszett dolog. Dávid kérdését tolmácsolom felétek, Dávid, Vesző, Robert. Miért hisszük, hogy vannak UFO-k, és miért hisszük, hogy nincsenek? Tehát mondjuk mi a motiváció ma mögött, hogy én ebben komfortot lejjek, hogy biztos vannak? Ez a menekülést már ugye fölemlegettük, és mi a motiváció, vagy milyen komfortot az, hogy nem, én ezt biztosan tudom, hogy nem. Nem csak a föld feléléséből kell nekünk menekülnünk, vagy a föld felélése elől menekülünk ebbe a menekülő fantáziába, hogy UFO-k. Hát mi mindannyian halálra vagyunk ítélve. És nem tudjuk, mi jön a halál után. Ez amúgy így is egy csapdahelyzet. Erre mondta azt a Hamvas Béla, hogy mindannyian a pácban vagyunk. Az, hogy a pácban vagyunk, az azt jelenti, hogy meg fognak minket sütni. Tehát minket már pácolnak a sütéshez. És ez egy alapból egy kétségbejtő helyzet. De a sütés nem csak halál, hanem pokol párhuzam is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem csak meg fogsz halni, hanem hogy nincs örök élet, vagy olyan örök élet van, hogy mehettek az örök büntibe. De akárhogy is, hogyha az ott fönt az égen valami, ami azonosítatlan, akkor az egy egérút. Akkor azon keresztül akár megmenekülhetünk. Valami, amit nem értünk,
Valami, ami nincs belekalkulálva ebbe az egész nagy képletbe, amiben halálra vagyunk ítélve, egy menekülő utat kínál, esetleg, ha az kiderül, hogy az micsoda, amit láttunk az éjjel, megmenthet minket a végzetünktől. És miért? Tehát, hogyha hiszünk benne, akkor oké ez, de miért nem hiszünk benne? Miért van az, hogy azt mondod, hogy ugyan már? Amiért bármi másban sem hiszel, hogy téged nem lehet megvezetni, te hiszed, ha láttad, vagy én még akár mert, akkor sem. Mert nem akarod a pofára esést. Nem akarsz hülyét csinálni magadból, magad előtt hát, elsősorban. Tehát, hogy csinálsz magadból hülyét, hogy nem hiszel az UFO-kban. Ezt honnan tudod? Tehát, hogy biztosan, de az ember, most attól függ, hogy mitől félsz jobban? Attól, hogy bolond leszel, vagy attól, hogy őrült? Aki attól fél jobban, hogy bolond lesz, az inkább hisz az UFO-kban. Aki attól fél jobban, hogy őrült lesz, az inkább nem hisz az UFO-kban. Jó, de miért van az, hogy kétféle ember van? Tehát olyan, aki azt mondja, hogy van, meg aki azt mondja, hogy nincs. Miért nincs? Vagy hát biztos van, ez de hogy elvi, nem nagyon találkoztam olyannal. Én nem mondja, tudom, lehet. Igen. Miért? Te megkérdezed, vannak UFO-k? Nem tudom. Igen, tehát ami pontosan a bizonytalanság a következő szó, ami ide fel van írva. Mert pont ezt a bizonytalanságot, ezt a legnehezebb fölvállalni, hogy nem tudom. A nem tudomhoz kiszolgáltatottság tartozik. Akkor inkább legyek biztosabban, hogy nincs kiút, mint hogy a hülye módjára azt higgyem, hogy van, miközben nincs. Amikor itt hirdetjük az elégedettséget, mint lehetséges, nem tudom, támaszt az életben, vagy hogy egy helyes álláspontot, akkor hirdethetnénk mellé a nem tudásnak a felvállalását is, mert ez legalább olyan hasznos. Csak hogy azt az emberek, a nem tudom, és az elég. Igen, csak az emberek a nem tudást azt gyengeséggel azonosítják, hogy hát te akkor nem készültél föl, nem vagy képben. Mintha fel kellett volna. Mintha szóltak volna, persze, hogy ma ilyen óra lesz. De hogy igen, és dolgozatot írunk ráadásul. De hogy tart a bukástól, pedig ugye? Nincs is sehol. Mekkorát esnie, hát eleve nincs is egy magaslaton, virágos. És így is rettegsz a bukástól. Igen, mindig. De azért mondom, mert ha kiderült, tehát azt mondod, hogy nem tudom, akkor az azt jelenti, hogy ja, de lehet, hogy mást sem tudsz. Lehet, hogy nem csak ezt nem tudod, hogy vannak UFO-k, hát akkor te semmit se tudsz elvileg. Igen, ebben nagyon nehéz beleállni, nagyon nehéz kimondani. Tehát például azt kimondani, hogy nem tudom, meg azt kimondani, hogy bocsánatot kérek, meg azt kimondani, hogy megbántam, ha ma lennék, már nem úgy csinálnám, ezeket a pokoli nehéz kimondani. Ne kezdjünk el Kovalszkit idézni a műsorban, ennyit szeretnék kérni. Tudod, van az a varázsszavas számuk, amitől állni kell. De az például biztos, kicsit, hogy politikus ilyet nem mond, hogy megbántam, meg nem tudom, meg máshogy csinálnám. Meg bocsánatot kérek. Ha viszont mégis mond, akkor az meg a leggyanúsabb. Tehát ha azt mondja, hogy megbántam, máshogy csinálnám, elnézést kérek, bocsánatot kérek, valami akkor biztos, hogy nagyon nagy gáz van. Minden mást megbánt ezen kívül. Az utolsó gondolatkísérlete Dávidnak, aki nem a hallgatónk, hanem a velem szembe ülő, lomkorona sétány diorámánkon túl elhelyezkedő gázol személy, hogyha te UFO lennél, mit gondolnál az emberiségről? Megérkezel ide, és hát ahhoz, hogy mi az, ami meghökkentő, feltételeznünk kellene, hogy számukra mi a normális. Feltételeznünk kellene, hogy gondolnak. Világos. Tehát most maradva a mi, hogy mondjam, mentális készségeink közötti keretben, tehát feltételezve, hogy igen, kis emberkék nagy fejjel meg karokkal, és kiszállnak a járművükből, és becsapják maguk mögött az ajtót, és gondolnak valamit, akkor mit gondolnak? Milyen érdekes, hogy ugye a tudatodig, amíg eljut valami, hogy érzékeled, érzel, gondolsz, ítélsz, és döntesz és teszel. Ez mind megtörtént, és egyik képességgel sem feltétlenül ruházhatjuk fel. Te bármit is válaszolsz erre a kérdésre, hogy azt gondolnák, az a te gondolatod. Te gondolod azt, hogy ők azt gondolnák, vagy valójában... Hát jó, akkor én azt gondolnám, hogyha megérkeznék erre a bolygóra, és ugye itt az átlagos intelligencia 100, és az azt jelenti, hogy a legnagyobb tömeg, meg az alatt is iszonyatosan sokan, sok milliárd ember van gyakorlatilag. Feltételezem, hogy ha be tudta barangolni a világegyetemet, és el tudott ide utazni, akkor mégiscsak egy fejlettebb civilizáció. Tehát valószínűleg intelligensebb. Tehát amikor ezzel a csőcselékkel találkozna, azt gondolom, hogy mérhetetlenül csalódott lenne az a lény, hogy egy egész bolygót tele tudtak szaporodni ezek a prostók. De tényleg ez az aljadék söpredék. Na, lehet, hogy valószínűleg azért elképzelhető, hogy valami olyasmit gondolnának, amikor te előtted feltárul egy
termeszvár. És ott látod azokat a nyomorult termeszeket, ahogy hordják a királynőnek a lárvákat, meg én nem tudom, kelesztik, meg az egész kis társadalmukat élik, és akkor látod, és egyszerre lát, érzel csodálatot, meg egyszerre érzel szánakozást. Mert hogy milyen nagyszerű és milyen nyomorúságos, és ezt egyszerre érzed a termeszvárat látva, lehet, hogy valami ilyesmit éreznének. De az is lehet, hogy végtelen együttérzést, szeretetet és a végén kiderülne, hogy ők teremtettek minket. Igen, azt mondaná, hogy annyira aranyos kis lények. Drágáim, hát így terveztelek titeket, amikor a hangyavárat építettem nektek. Azt mondaná, hogy könny csordul a szemembe, vagy könny szökik a szemembe, hogy látom, ahogy ti itt rohangáztok, élitek az életet, szültök, haltok, és egy gyötrelem, és ahogy Buddhamester mondta, szenvedés az egész, és de ők nem. Mélyen együtt érzek. De akkor ők az istenek, hogyha így jönnek el, és így tekintenek ránk, hogy micsoda rettenetes szenvedés, hogy ti itt gürcöltök, aztán meghaltok, az azt jelenti, hogy ők nem halnak meg, ők nem gürcölnek, ők nem szenvednek. Akkor viszont hogy vesznek részt a mi szenvedésünkben? Tehát a részvétüket miből merítik, amikor ránk néznek, és a szenvedésünket látják? A saját skálájukon. Mégiscsak kell, hogy legyen valami közös, valami fajta tapasztalás, hogy részvétet tudj érezni az ő szenvedése irány. Azt kell, hogy legyen tapasztalata a szenvedésről, hogy tudja, hogy mi az, amit rád projektál. Hát mondom, hogy nem tudom. De mi van akkor, ha nekik olyan iskolájuk van, hogy ugye megszületik, szenved, de körülbelül 6 éves korára eléri azt a szintet, hogy már nem szenved a saját szomjúságától, és az életének a 90%-át, mert ezektől mentesen megvilágosodottan éli le, és így érkezik. Igen, és akkor reménykedj, hogy lehet. Így érkezik, nem úgy, mint a Prométeuszban, hogy ilyen kinyílik az a tároló a repülőn, és kidobálja a bolygó lenullázó objektumokat. Meg nem úgy, mint ahogy valaki hazatántorog a csirkebelező üzemből 12 óra munka után hétvégén is, hogy na most jól elverem a kutyát, a szemem elé ne kerüljön. Reméljük, hogy nem így érkezik. Pedig pont így képzelem, hogy a ránéz a földre, és akkor jaj, de aranyosan teleszültétek, és lát egy háborút, akkor azért ott így csak annyit mond, hogy fúj! Nem szeretnénk egy másik civilizáció bűnei miatt mi bűnhődni. Hogy a dühös éljenek, egy másik civilizáció bűnein úgy fölcseszték magukat, hogy mire ideérnek, minket semmisítenek meg, csak hogy most már aztán pusztuljon valaki. Aha. Hát, hogy gondolj bele, hogy ha olyan gyermetek és olyan igazából ilyen gondtalan és bűntelen és felelősségtelen, mint mondjuk egy gyerek, aki kimegy ez az általad vizionált termeszvárhoz, és elkezdi nagyítóval így perzselgetni a kis fickándozó, szaladgáló hangyákat, és kacak, hogy milyen mókáson táncolnak. De közben ez a Tim Burtonnek a Támad a Mars című filmje. Az egy csodálatos szatíra erről az UFO várásról. De a napformájában perzselmednünket egy ilyen speciál, ez az egyik feltétele volt az életnek. Ez az, hogy a közel abszolút nulla fokon létező bolygón, ahol a hőmérséklet és a rezgésnek egy nagyon alacsony tartományában élünk valójában az a végtelen maximumokhoz képest. Igen, a sok millió itt fok. Épp, hogy kialakuljon az... Hűvös, finom hűvös. Nem tudom, a kémiai anyagoknak egy olyan halmazállapot együttese, ami lehetővé teszi azt, hogy legyen víz, és legyen levegő. Amúgy ez a műsor is kijut az űrbe, minden, ami a szerintem, ami a rádióban elhangzik, az viszonylag jól dekódolhatóan egy potom FM szintén, vagy mi ez, minek hívják, a frekvencia moduláció által végül hallható lesz. Akkor üzenjünk valamit. Vigyázzunk, mit mondunk. Szerintem már így se jönnek, ami az anyátokat, úgyse tudtok idejönni. Soha nem kaptok el. Utállak titeket, mint a szart, hogyha vagytok, akkor most gyertek, vagy akkor nem vagytok. Nem meritek ide tolni a pofát. Nem, gyertek, van ingyen kávé az Anarchista kávézóban, Torontóban. Jaj, de ezt már már nincs. Kipróbálták az időutazókkal, ugye, hogy tartok az időutazóknak egy bulit, és nem jött el senki. Egyébként meg mi van, hogyha kijutnak ezek a hullámok? Most már talán több, mint nem tudom, 100 éve. És eljutnak. Hol tartanak? Nem, mire ideérnek, mi már nem leszünk sehol. Tudod, így jönnek, és nem veszik föl. Tehát, hogy amikor megérkeznek, mi már nyom nélkül kihaltunk. És csak a buli végét látják, a romokat, igen. A fesztivál végén ott maradt széthaigált szemetet. Akkor viszont teljesen fölösleg, most már fölöslegesen indulni. Maradjatok ott, ahol vagytok. Nincs rátok semmi szükségünk.
köszönjük, hogy zavartunk, nem akartunk.